Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Váradi Tornyos Laura vagyok, és én az előadásomban Győr 1940 utáni... Most így? Akkor így jobb, oké. Hát technika ördöge hiába. Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, és azúton nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy előadhatok. Én Váradi Tornyos Laura vagyok, és Győr 1940 utáni társművészeti alkotásairól szeretnék egy kicsit beszélni. Azon belül. Igen. Elnézést. Szóval én előadásomban az 1945 utáni győri társművészeti alkotásokkal foglalkozom, azon belül is olyan köztéri alkotások megőrzési módjait és járom körül, amiket főként áthelyezések miatt jelentésváltozás vagy funkcióváltozás érintett. Előadásomban először röviden kitérlek arra, hogy miért pont Győrrel foglalkoztam. Igazából 2020-ban kutattam itt bővebben, ott a köztéri alkotásnak a hatalmi reprezentatív funkcióját vizsgáltam, és ezt jártam körül, hogy maga a terep igazából azért is volt számomra jó, mert jól illeszkedik az 1948 és 1989 közötti országos mintázatba az ott jelenlévő köztéri művészet, és az alkotások mennyisége egy kezelhető mértékű reprezentatív mintával szolgált, ráadásul voltak olyan lokális kutatások is, amik ennek ezt megkönnyítették. Kicsit, igen. Miatt ugye konkrét példákra kitérnék, magával a hatalmi reprezentációval kapcsolatban a hatalom, a tér és a köztéri alkotásoknak az egymásra való viszonyára utalnék. Tehát a hatalmi reprezentáció köztéri megjelenítése kapcsán fontos kiemelni, hogy a totális állam egyik elsődleges célja az, hogy az ideológiát általános értékrendé váljon, és ennek a megjelenítése a köztérben fontos kérdéseket vet fel. A közösségi felhasználású terek... Elnézést, ez nekem sajnos úgy néz ki, hogy ez nem fog menni. Így? Így ehhez a részhez, igen. Tehát ez a folyam. Hát igen. Jó. És most így mindenkinek jó. Jó, oké. Hát sajnálom, hogy ilyen kellemetlenkedek itt. Szóval, tehát igazából itt alapvetően két kérdéskört fogok körüljárni. Tehát egy ugye a tér és a benne helyezett alkotás egysége, a városi térhasználatban betöltött jelentőség és emlékezetpolitikai szerepe, hogy mennyiben hat ki majd magára a műalkotásnak a megítélésére és ennek a megőrzésének a lehetőségeire, illetve magára az épített környezet funkciójára is utalnék, hogy milyen mértékben befolyásolja a köztér az alkotások közvetett, vagy éppen direkt módon megjelentett tartalmát. Itt magának a térnek és az épített környezetnek a funkciója annyiban fontos, hogy a városi térhasználatban betöltött szerep, az kihathat egy adott helyszín hatalmi reprezentatív jellegére, főleg akkor, hogyha ez a helyszín és az épített környezet nehezen vagy egyáltalán nem is választható el magától a hatalmi vagy politikai legitimációs funkciótól. Erre majd Győr városház esetében látunk jó példákat, és az ott az előtte elhelyezett szobroknak a folyamatos váltakozásában. Igen. Első példaként én, ha már itt Győrnél tartunk, egy eléggé ismert épületet hoztam. Ez a vasútállomásnak az épülete és az ahhoz csatlakozó posta épülete. Itt jól látható a korszakra jellemző ábrázolásmód. Nyilvánvaló, hogy ez is egy hatalmi reprezentatív funkcióval bír, viszont magának a közösség számára az épületnek a megítélése nyilván nem negatív, és egyáltalán nem érinti ennek az áthelyezését.
tehát nem szeretnék azt, hogy ez lebontásra kerüljön. Igazából elsődleges a magának az épületnek a funkciója, és ezáltal az alkotások is mentesülnek a hatalmi reprezentatív funkció alól. Nézzünk egy következőt. Itt ugye 54-ben a világháborús bombázások helyén újjáépült ez a Szent István úti hatemeles lakóház, és a baloldali bejárat felett elhelyezkedő erkéket díszítő férfi és női alakokat láthatunk. Ez a korabeli munkásábrázolásokra jó példát szolgáltatnak, és nyilván a mai napig megtalálhatóak a Győrben. Az okozhatja ezt nyilván, hogy bár maga a kialakításuk az adott korszakra jellemző jellegzetességet mutatja, mégsem exakt politikai legitimációt, funkciót közvetít, úgyhogy ezáltal képes a városi térbe beolvadva egy sajátos funkciót betölteni. Amit érdekes példaként hoznék, a hatalom közti megjelenítésének győri példái közül, az inkább az, hogy mégis hogyan viszonyulunk magához egy önkényuralmi lelképhez, vagy hatalmi reprezentatív funkciójú köztéri műhöz. Az itt látható Attila utca 15-ös lakóháznál négy dombormű, tehát ez igazából egy bombázások után épült lakóházról van szó, négy dombormű került rajta elhelyezésre, ebből három munkás jelenteket ábrázol, és ebből az egyik pedig itt látható kerámia rákosi címer, és amikor az épületet felújították még, akkor ez eltakarásra került. Ez el is felejtődött elég sokáig, és a Romer Florist Történeti Múzeumnak egy kiállítása kapcsán került előtérbe az, hogy mégis itt egy önkényelmi jelképről van szó, és valószínűleg elrejtetten a homlokzat alatt megőrződhetett, és 2016-ban tárták ezt fel. Szónoki József és felesége egy művész páros volt, aki ezt a fajta Hekkeld a múltat című közös tárlatában foglalkozott az ilyen eltakart jelképekkel és ennek a jelenlegi továbbélésével. Úgy jöttek egyébként erre rá, hogy a kiállítás során egy látogató szólt nekik, hogy 1984-ben készített egy fotót erről az épületről, és azon még látható volt a Rákosi címer, és hogy nem tudja miért, de most már nem találják meg. És elindult egy ilyen kutató munka, aminek az eredményeként rájöttek arra, hogy ez csak egyszerűen le lett fedve, és ennek a felfedését követően az helyi lakók dönthettek arról, hogy mit szeretnének kezdeni ezzel az alkotással. Tehát itt több lehetőség is volt. Végül aztán megszavazták, hogy ők sértetlenül az eredeti helyén szeretnék megtartani ezt, és kerüljön kihelyezésre egy emléktábla. Ugye itt lehetett volna dönteni, hogy újra eltakarják, eltávolítják, múzeumban helyezik, de ők mégis azt választották, hogy ez legyen egy sajátos tér, és az emlékezésnek egy olyan kifejezője, ahol az emléktáblán látják az alkotásnak a múltját, és azt, hogy hogyan fedezték fel, és hogy ez milyen közösségi párbeszédeket tud majd elindítani a jövőben. Nézzünk is egy. Igen. Itt a 1954-ben épült 400-as számú Ipartonon intézetnek a homlokzati szobrait hoztam példaként. Ez a mai napig ebben a formában látható. Nyilvánvalóan jól látható az, hogy ez az a korszak sémai szerint épült meg. Ugyanakkor maga a homlokzat, ugye a vörös téglaburkolat és a mészkő szobroknak a kontrasztja egy nagyon sajátos jelleget kölcsönöz magának az intézménynek. Ez magának az épületnek a jelképévé is vált. És ez lehet, hogy mondjuk az iskolának a védjegye is. Annak ellenére, hogy jól látható a sematikus ábrázolás, az, hogy milyen jelképek jelképek jelennek a kézben, tehát egyvétlen utal a Rákosi korszakra. Ennek ellenére sose volt az
előtérben, hogy ezt el kellene távolítani. És ami itt a érdekesebb témán kapcsán az az, hogy ugye a Győr városháza előtt álló szobrok és a térnek magának a hatalmi reprezentatív funkciója. Nyilván a tér az nem választható el teljesen magát az épülettől és az annak a szerepkörétől sem. Az itt látható két szobor alapvetően a párt a hatalmi szerepét hivatott képviselni, és amikor ezeket áthelyezték, ezáltal mentesültek a politikai reprezentatív funkció alól. Az egyik, tehát a felszabadulási emlékmű, hát részben hiányos lett, a talapzatról eltávolításra került, és ugyanúgy áthelyezésre került a köztemetőbe. Az egyik ugye az orosz katonák sírjához, ami a második világháborús emlékezés egy helyszínévé vált, a másik pedig az első világháborús sírokhoz helyeződött. Tehát ezáltal inkább egy emlék funkciót tölt be, nem pedig hatalmi reprezentatív funkciót. Itt a pálcai pár zászlóbontok kapcsán ez a Szabadság téren került elhelyezésre. Ez a tér azért is érdekes Győr szempontjából, mert többször próbálták mentesíteni a politikai funkció alól, tehát valamikor ténylegesen a politikai reprezentatív alkotások kerültek ide, volt például a virágóra is ott, ami egyértelműen nem volt ilyen szerepkörben, de ennek ellenére most ugye az ország kereszt állott, tehát valahogy a térnek a közelsége a városházhoz adja magával azt, hogy a politikai és állami, hatalmi szemszögből egy legitimációs funkciót szeretnének benne betölteni. A zászlóbontok szobrában azt is láthatjuk, hogy itt a dinamizmus, ami a maga a szobornak a terveiben megvalósult, az már magában a készműnek a monumentalitása miatt ezt nem tudott végbe menni. Ebből is adódott, hogy a győriek már, amikor fölavatták ezt a szobrot, nem igazán kedvelték. És amikor eltávolították, akkor ez később aztán Pácai Pálnak a múzeumába került átkapuvárra. Ami még itt érdekes lehet, az a Győri Járásbíróság épülete a korábbi MSZNP székház előtt álló Olcsai Zoltán álló munkásszobra. Ez a szobor egyébként, hogyha jól megnézzük, első ránézésre nem utal egyáltalán sem magára az adott pártra, vagy az adott korszaknak a hatalmi képviselőjére. Nincs nála semmilyen jelkép. Igazából önmagában egy átlagos munkás ábrázolásról van szó, nem válthatott volna ki olyan társadalmi ellenszenvet, ami ezt övezte. Nagyon sokszor döntötték le, és végül aztán rájöttek, hogy ennek az oka az volt, hogy a talapzaton megmaradt a felirat, ami a párt hatalmát Leninre vonatkoztatja vissza. A felirat eltávolítását követően ezek a úgymond cselekmények megszűntek, és a szobor a mai napig ott áll az eredeti helyén. Itt, amit érdemes kiemelni, tehát maga a győri művészet szempontjából, tehát a Kádár korszakban már látható volt egyfajta lazítás, tehát nem volt a művészet számára akkora erőteljes politikai kontroll. Képesek voltak ebben az időszakban már olyan kis nonfiguratív és kicsit társadalomkritikus megközelítések is érvényre jutni, mint Haraszt István Piros Ingájánál. Ezt a győri művészterep kapcsán készítette, és került kihelyezésre több alkotással együtt az ott lévő művelődési háznak a hátsó udvarára. Ugye nyilván ez egy köztéren helyezkedett el, de nem volt egy olyan kitüntetett területen. Ezért aztán később, amikor elbontották a művelődési házat, maga a szobor is
hát eltűnt, úgymond restaurálás alatt áll, de azóta nem jelent meg. Jól látszik ez a kinetikus művészetnek egy igen szép darabja. És így zárásként én inkább ilyen kitekintés jelleggel hoztam magát a Győri Színházat és azon elhelyezett vázárai mozaikokat. Ugye ez eléggé megosztó volt, amikor még a kutatásomat kezdtem 2020-ban, akkor még nem volt, nem dőlt el, hogy mégis mi lesz a Győri Színháznak a sorsa. Most már azt látjuk, hogy azok a tendenciák vannak érvényben, hogy ez megőrzésre fog kerülni. Itt a két mozaik az egymásnak inversz képét adja. Vazareli ezt felajánlotta az épület építésekor, és nem fogadott el érte honoráriumot sem. Magának az épületnek ezt a szoborszerű jellegét hangsúlyozza ki a két alkotás. És igazából itt a példáimon végigszaladtam igazából, de arra akartam mutatni, hogy a tér és az alkotás viszonya, valamint az áthelyezésekből adódó kontextus változás miként befolyásolja egy szobor, vagy egy köztéren elhelyezett politikai reprezentatív műalkotásnak a továbbélését. Nagyon sok szempontból vitákat indító korszakról van szó, és a rájellemző épületdíszítő vagy köztéren elhelyezett alkotások hozzátartoznak a városi történeti jellegéhez, és a városi tér használat elemeiként egy új jelentéstartalmakkal bővülnek. György példáján is jól látható, hogy a politikai reprezentatív funkcióval terhelt köztéri alkotások kezelését, megőrzését és a fenntartását számos tényező is befolyásolja, és ennek kapcsán számos megőrzési mód alakul ki. Alapvetően ennyit szerettem volna, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.